Szóval, Toto Sharps először. Toto Sharps harmadszor. Tehát a problémát az okozta, hogy a lőpor hüvelynek, tehát a részhüvelynek az utolsó 2-3 mm-ében gyakorlatilag nem volt lőpor, mivel amikor belekloffoltuk a lövedéket, akkor az szépen kiszóródott alul, és mint látható, szépen nyeli még el a fekete lőport a hüvely. A fegyvert működőképesnek ítélem, az egyetlen titka, hogy az összes sápszot függőleges állásban meg kell kocogtatni lövés előtt, hogy a lőpor szépen leüljön. Tehát most kipróbáljuk úgy, hogy szabadon töltött lőporral is elsítjük a sávszot. Lövedék már benne van, és utána öntünk egy kis grízt térfogatnövelőnek. Jó, és a gríz mögé pedig egyszerűen lőpor töltünk. Felcsukjuk, lefújjuk a fölösleget, és itt megkocogtatjuk, hogy a kamrának az aljába beüljön a lőpor. Csak pontyúzunk, és mehet.